az EHA kód és a jelszó megadása után a beadás menüpontot kell választani. Itt a HSI almenüben található meg a költségtérítés részletmódosítás kérvény űrlapja. A kitöltés gombra kattintva elkezdhető a kérelem beadása. A három részletben történő fizetés automatikusan megillet minden hallgatót, erre nem kell külön kérvényt beadni. Adja meg az elérhetőség típusát. Adja meg e-mail címét. Adja meg a tanulmányi ciklust. Válassza ki a képzést. Válassza ki a kérelem típusát. Válassza ki a kivetés értékét. Írja be az új összeget. Írja be az új esedékesség időpontját. Mindkét értéknek meg kell felelnie a hallgató juttatási szabályzatban, valamint az ezt kiegészítő kari szabályzatokban foglaltaknak is. Amennyiben további kivetéseket is módosítani kíván, használja a plusz gombot. A részletmódosítási kérelmét az indoklás mezőben szövegesen támaszthatja alá. Például tisztelt bíráló, az STGTK Gazdasági Bizottság 2014-es december 11-i határozata értelmében az aktuális fél év első napján terhességi gyermekágyi segélyben, gyermeknevelési segélyben, gyermeknevelési díjban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesülő hallgató 25% költségtérítés önköltségkedvezményt igényelhet. A mellékelt igazolás alapján kérem részemre a 25%-os kedvezmény jóváhagyását. A kedvezmény igénylésére más indok is elfogadható. A kedvezményre jogosító feltételeket kari hatáskörben fél évente teszik közzé kari hirdetményben. A mellékletek közé a fáj kiválasztása gombbal töltheti fel a kívánt dokumentumokat. A példabeli esetben igazolás a gyesről. Végül a beadás gombra kattintva befejezheti a kérelem beadását. A kezdőlapon a folyamatban a menüpont alatt ellenőrizhető a beadott kérelem. Elfogadás esetén a modulóban az elbírált tanulmányi bizottsági kérvény állapot elfogadott menüpont alatt látszik az eredmény. Kérelemről a kari szabályzatokban meghatározott testület hozza meg a döntést, amely egyes karokon javaslattételből és döntésből áll. A döntés keretében a bíráló módosíthatja egy vagy több kivetés összegét és vagy esedékességét. A végleges döntés az elbíráló tölti ki mezőcsoportban jelenik meg, valamint hivatalos bejegyzés formájában az ETR-be is bekerül. Az ETR-ben található kivetések a döntést követően rövid időn belül néhány nap után módosulnak.